Már a múlt heti időjárást is kellemetlenné tette a szélvihar. Szerdán például csak egy nap alatt 1154 esethez riasztották a tűzoltókat az ország valamennyi területén. Szabolcs megyében is több helyen okozott problémát a viharos erejű szél aznap. Családi házakban keletkezett kár, illetve leszakadt faágak és kidőlt fák okoztak problémákat több településen. A meteorológiában különböző szélsebesség kategóriákat használnak a szakemberek. A 43 és 58 km/órás sebesség számít erős szélnek, a 61 és 86 közötti viharos szélnek, a 90 és a 115 km/órás pedig erős viharnak. Jelenleg utóbbira figyelmeztetnek a hatóságok. Hétfő estére és kedre már országszerte lehet számítani akár 90 km/órás rendkívül erős széllökésekre, hazánk teljes területét eléri a viharciklon. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a hét elején még a téli időszakhoz képest is szokatlanul erős nyugatias áramlás alakulhat ki Európa felett. Magyarországon a délnyugati szél érheti el a viharos, mostani számítások szerint 70-100 km/órás sebességet. Ekkor a szélsebességnek köszönhetően akár a Balaton is megbillenhet. Ez azt jelenti, hogy a délnyugati vagy északkeleti irányú szél átolja a víztömeget a tó egyik végéből a másikba. Az előrejelzett szélsebesség akár fél méteres vízszint emelkedéssel járna a tó északkeleti részén és hasonló csökkenéssel a délnyugatin. Olvasható a bejegyzésben. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleményéből kiderül, a vihar fákat csavarhat ki a földből, vezetékeket szakíthat le, de akár megrongálhatja a házak tetőszerkezetét, és közlekedési akadályokat is előidézhet. A hatóság ezért azt javasolja a lakosságnak, hogy készüljön fel, és tudatosan védekezzen az erős széllökések ellen. Így például zárják be a nyílászárókat, vigyenek be a házba minden olyan tárgyat, amelyet a szél felkaphat, áramtalanítsák az elektromos berendezéseket, és készüljenek fel egy esetleges áramszünetre. Ha mégis a szabad ég alatt érne valakit a szélvihar, viselkedjen nyugodtan és körültekintően, keressen védett, stabil helyet, például épületeket és aluljárókat, kerülje a fákat, védje a szemét, az erős széllökések ellen pedig oszlopba vagy kerítésbe kapaszkodjon. A kisgyerekeket fokozottan kell védeni a széltől. Érdemes elhagyni a járműveket, mert bentről csak korlátozottan érzékelhetők a fenyegető veszélyek. Ilyen lehet például egy fa dőlése. Senki ne közelítse meg se a leszakadt vezetékeket, se az állatokat, mert a viharban viselkedésük kiszámíthatatlanná válhat. Olvasható az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleményében. Vészhelyzet, baleset és viharkárok esetében minél előbb érdemes a 112-es telefonszámot hívni.